ünnepélyes megnyitó beszédekkel és szalagvágással adták át Tokaj első 5 csillagos szállodáját, amely meghatározó lehet majd a térség kulturális életében is. Az ünnepélyes megnyitón dr. Szepesi Rihárd tulajdonos, Koncs Zsófia energiaügyi miniszter helyettes a térség országgyűlési képviselője, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter köszöntötte a vendégeket. Tokaj sokszínűségében és lehetőségeiben bízva úgy döntöttem, hogy investálok és fejlesztek, és keresek egy olyan fejlesztési területet, ami önmagában különleges, de valamilyen módon mégiscsak a tokaisághoz kapcsolódni tud, de annyiban egyedülálló lesz, hogy valami mást, valami újat mutat, de mégis olyat, amit akkor bíztunk benne, és ma már úgy látjuk, hogy néhány hónap előüzemeltetési időszak után vissza is igazol az élet, hogy szeretik és kedvelik vendégeink. Természetesen a munkahelyek miatt is nagyon-nagyon fontos ez a térségen belül. Most, ahogy bejöttünk, több itt dolgozóval is találkoztam, és azt láttam, hogy nagyon sokan helyiek dolgoznak itt, több szerencsével is találkoztam, természetesen tokaiakkal, és ezért pedig nagyon hálásak vagyunk, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan munkahely, ami egyértelműen a térség adottságaival, a turizmussal összeköthető. Bár ennek a térségnek, legyünk őszinték, nagyon fényes múltja van, nagyon szépen ragyogó történelmi neve, de a polgármester kollégák elmondják, hogy mennyi problémával küzd ez a világ. Hogy itt jóval több a munkanélküliség, mint az ország más pontján. Hogy 10%-kal csökkentenek a megyének a lakossága az elmúlt 10 esztendőben. Hogy szociális nehézségek vannak. Halmozottan hátrányos helyzetű a lakosság egy része, akit fel kell zárkóztatni, integrálni kell, és lehetőséget kell számukra biztosítani. Ezért egy profi vállalkozás, egy 5 csillagos szálloda, ennek a térségnek egy olyan prémium kategóriás befektetése, ami pont azt bizonyítja, hogy vidéken nem csak élni lesz jó, hanem befektetni is érdemes, és a vidéki munkavállalók számára is lehetőséget fognak biztosítani. Ez a beruházás, ez egy példaértékű beruházás, és mindenképpen olyan üzenete van, amit itt miniszter úr is hangsúlyozott, hogyha valaki itt egy olyan komoly beruházást megkíván valósítani, az lehet ide fog vonzani több beruházást is. Én azt gondolom, hogy ez a 11 milliárd, ami itt most bekerült Tokajba, és már átadásra került hivatalosan, ez egy olyan példa, ami reményem szerint majd példa lesz mindenki számára, és minél több befektetőt fog ide vonzani. Én azt gondolom, hogy olyan természeti értékek vannak itt ebben a régióban, Tokajban és Tokajhegyalján, ami még nincs felfedezve a befektető oldalról. És én bízom abban, hogy ez is felhívja arra a figyelmet, hogy igen, itt érdemes befektetni, és az is látszik, hogy Magyarország kormánya a vidéken befektetett magántőkét tudja támogatni, és megpróbálja segíteni abban, hogy minél több ilyen beruházás jön létre. Nem kell elfelejteni, hogy 80 munkahelyet teremtődött ezzel a beruházással, és ebben a régióban, ahol ugye ilyen nagy beruházás és ilyen létszámigényű beruházás még nem volt, óriási üzenetértéke van, és az, hogy sok tokai talált itt munkát. Lásd, bezártak az energiaválság miatt éttermek, és az éttermekből ide átjöttek azok a dolgozók, akik korábban nem dolgoztak 5 csillagos szállodában, de itt képezték őket, elmondták, hogy hogyan és mint kell dolgozniuk. Azon, hogy erre nagyon hangsúlyt fektetett az akkor, és én bízom abban, hogy az akkor jelenléte is, és ugye itt a régióért felelős igazgatóasszony is elmondta, hogy milyen további fejlesztéseket kíván az akkor Magyarországon végrehajtani, és az, hogy itt Tokajban 2 akkor által üzemeltetett szálloda van, én azt hiszem, hogy ilyen nincs még Magyarországon, ilyen kisvárosban biztos, hogy nincs, és én azt hiszem, hogy ezek minden üzenetek, amelyekre föl fogják kapni a fejüket majd mások is, eljönnek ide, fölfedezik ennek a térségnek a természeti értékeit, és itt fognak befektetni. A szálloda átadását követően Lázár János miniszter és Koncs Zsófia miniszterhelyettes országgyűlési képviselő egy pódiumbeszélgetés keretében beszélt a térséget érintő kérdésekről, amelynek fő témája a megvalósuló beruházások voltak. Itt most Tokajhegyalján van egy nagy fejlesztési program, ugye 52 milliárdot kapott a Tokaji fejlesztési program útépítése, ebből megvalósult 7,5 milliárd. Még van kb. 20 milliárd, aminek megvan a terve, és még van 20 milliárd vagy 25, amit meg kellene tervezni.
és akkor itt az utak nagyjából, egyébként a hegy közben inkább, mint a hegy alján, a kerékpárutak és az utak nagyjából helyükre kerülnének, de ez még nagyon messzire van. Szamosvölgyi Péter polgármester úrnál kezdtem a mai napot, aki már többször invitált a városba a különböző beruházások fejlesztések áttekintése céljából. Én azt gondolom, hogy ez a térség, a hegy alja és a hegy köz, Zemplén és Borsodabuj megye együtt, az ország számára egy fontos tartalék. Általában azt tudjuk mondani, hogy az ország határszéleiben van gazdasági növekedési tartalék vagy munkaerőpiaci tartalék. Én azok közé tartozom a kormányban, akik azt vallják, hogy a vidék az első, és a fejlesztéseket a vidékre kell vinni, és azon dolgozom most és a közeljövőben is Kondzs Zsófiával, Hörcsik Rihárddal és az itteni polgármesterekkel, hogy a szűkös anyagi viszonyok között is hogyan tudunk olyan észszerű beruházásokat megvalósítani, amelyek az itt élők életminőségét érdemben javítani fogják.